mezőgazdaság gépesítése előtt jelentős összefogás és kitartó kézi erő kellett az aratáshoz. A júliusi forróságra értek meg az első gabonaszemek, a betakarításra családok, barátok, falubeliek fogtak össze. Férfiak, nők, gyerekek ragadták meg a kaszát, a sarlót és a kévéket. Mára már speciális gépekkel gyorsabban, hatékonyabban és gazdaságosabban végzik ezt a munkát, így a kézi aratás már a legtöbbeknek csak az emlékében él. Arra gondoltam, hogy jó lenne felállítani a régi aratási formát, vagy a régi eszközökkel, hogyan vágták régen a gabonát, és hát ebből az apropóból a Páli Lajos szomszédommal, daládatársammal, és a kis Zoli szomszédommal közösen elvetettük ezt a kis parcellát az abbal, hogy majd egy aratás keretében learatjuk. És akkor megkérdeztem a Denesdiási Dalárdja társaimat, hogy volna-e kedvük részt venni ebbe a munkába. Hát a 10 éves körül lehetne, nem sokkal több. És akkor már fogtam a kaszát és mentem velük. Általában én szoktam kaszálni, nem szerettem morfot szedni, nem szerettem kötözni. Nagyon szúrtak alá, ha nem, ezt a munkát nem bírtam. És hát általában kaszás voltam. Tehát a családnak volt akkor, illetve nem is az én édesapámnak, hanem öregapámnak volt egy kis birtoka, és azon ugye termeltek árpát, buzát, rozsot, zabot, mikor, hogyan. És a család adta ezt le. Ez elég nagy fizikai erőt igényelt annak idején, és hát meg most is az nagyon fontos, hogy az egyes a csapatba, vagy a brigádba, hogy dolgozott. Hát a kaszás, hogyha szépen levágta a gabonát, egyenesen rakta, akkor a marokszedőnek könnyebb volt a dolga. Ha a marokszedő szépen összerakta a gabonát kévébe, a vége a kévének egybe volt, egyenes volt, akkor a kévekötő könnyebben kötötte össze. És utána szebbe lehetett ugye nyilván a kápébe rakni, utána pedig a kazalba is könnyebb volt összerakni a szépen összekötött gabonát. Az aratásnak tulajdonképpen én csak a kötélcsinálás és a kötözés fázisát csináltam. A kaszát nem fogtam a kezembe, apám még nem adta kezembe, mert akkor még kisgyerek voltam. Hát tulajdonképpen a felső tagozatban, hogy az ember belépett már, akkor kiment a tarlóra dolgozni. És hát ezt a munkafolyamatot bízták ránk, és ezt csináltuk. És a végén, amikor befejeztük az aratást, akkor pedig összehordtuk a kévét, az körülbelül este 9-10 óra körül volt, és utána mentünk haza. Ahogy vesztük, most már nagyon kemény, akkor még nem volt olyan kemény, már ezt szoktuk meg. Hát megszoktuk azt is, hogy mezitláb végig szaladtunk a tarlón, amit már nem tudom, hogy egy gyerek megcsinálna, mert már nem ismeri a mezitlábast. Minden esetre a szépségét ez a kombájnos aratás hát sajnos elvitte mi számunkra, akik még dolgoztunk, meg apáinknak segítettünk a kézi aratásba. Mi nekünk az az igazi. Én a magam részéről állami gazdaságba kezdtem a munkát, aztán termelőszövetkezetbe. Még akkor a kézi aratás, a kézi kasza még akkor mozgott ott a dolgozóinknak a kezébe. Akkor már csak kézzel körbe arattuk a táblát, hogy a kombájnok nehogy véletlenül letiporják. Ezt így azért mondom el, mert ha az időrendben így végigmegyünk, így kezdett a kézi kasza lassan kikopni, de még a 60-as, még a 70-es években is a háztáji gazdaságban kis parcellákat még a dolgozóink, a TS tagok, vagy a háztáji parcellákat még kézzel aratták le. Hát nagyon furcsa dolog ez, így most ezt csinálni. Nagyon régen csináltam, és hát örülök annak, hogy itt a daládatársaimnak is végül is egy élményt tudtam szerezni. Valójában nekem is élmény volt, gyakorlatilag egy jó érzés, így visszaemlékezni. Persze
így könnyű kaszálni, meg így könnyű dolgozni egy ilyen kis rövid időre. Aztán régen ez nem ilyen nagy öröm volt, de most úgy érzem, hogy ez így jól sikerült, és mindenki jól érzi magát, és hát mindenkinek ez egy örömet szolgált.